Töges dróttal felszerelt vasúti kocsi, amivel 2015. szeptemberében végleg lezárták a szerb-magyar határt a rendőrök, azóta egyetlen menekült sem jöhet át a zöld határon Magyarországra. A kormány már másnap döntött arról, hogy válsághelyzetet hirdet ki a menekültek miatt. A kormány döntött a tömeges bevándorlás által okozott. Válsághelyzet kihirdetéséről. A válsághelyzetet először 6 hónapra rendelték el, és bár a 2015-ös tömegnek már nyoma sincs, mindig meghosszabbították. Legutóbb tegnap döntött így a kormány. Ezt azzal indokolták, hogy a balkáni útvonalon jelenleg is több ezer migráns torlódott fel, közülük többen továbbra is a magyar határon át próbálkoznak. Megnéztük a számokat, itt látható a KSH hivatalos statisztikája. Ez szerint 2013-ban 18.900, 2014-ben a menekültválság előtti évben pedig csak csaknem 43.000 menedékkérő érkezett Magyarországra. 2015-ben a válsághelyzet bevezetésekor 177.000 embert regisztráltak, egy évvel később már kevesebb, mint 30.000-et, 30 tavaly összesen 3.397-et, az idei első fél évben összesen 453-at. Közülük 327-et be is fogadott az ország, azaz a kérelmek 72%-át indokoltnak látták, és be is engedték a menedékkérőt. Idén április és július között összesen 159 ember adott be menedékkérelmet a magyar határon, azaz az elmúlt hónapokban naponta átlagosan mindössze 1,7 kérelmet nyújtottak be. Augusztus eleje óta a rendőrség adatai szerint összesen 13-an próbáltak törvénytelenül átjutni a kerítésen. A DK szerint a válsághelyzet fenntartása csak politikai hangulatkeltés. Másfél héttel ezelőtt személyesen is voltam a határnál, ahol a, a táborok parancsnokai közölték velem, hogy napi egy ember érkezik, és az is illetelmesen becsönget és megkérdezi, hogy akkor itt kell -e jelentkezni. Kérdeztük a kormányt, hogy ha ilyen kevés a menedékkérő, mi indokolja a válsághelyzet fenntartását, de erre konkrét választ nem kaptunk. A kabinet szerint a válsághelyzet garantálja, hogy idézem, továbbra is a lehető leghatékonyabban tudjunk fellépni az illegális bevándorlással szemben. Válsághelyzetben egyebek mellett az államra rugalmasabb építkezési szabályok vonatkoznak, a határvédelemhez igénybe vehetnek állami ingatlanokat, a rendőrség korlátozhat útvonalakat, elzárhat közterületeket, ellenőrzés és a környék megfigyelése céljából beléphet magánlakásokba, épületeket zárhat le, a honvédség pedig fegyvert használhat a határvédelemben.